Ma délelőtt kezdődött el a 2019-2020-as egyetemi év a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán. Erdőgazdálkodásról tanulhattak a gyergyói gyerekek, előbb Borzontra, majd Gödöcre jártak az erdőrendészeti hivatal munkatársaival. 13. alkalommal szervezik meg Gyergyószentmiklóson a Nemzetiségi Színházi Kollokviumot október 11-től. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, jó estét kívánok! Vasúti átkelőnél gázolt halálra egy 17 éves fiatalt Gyergyószentmiklóson a vonat szombaton. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a helyi fiatalt a Brassó-Gyergyószentmiklós vonalon közlekedő vonat reggel 9 órakor gázolta halálra az egyik vasúti átkelőnél. A Mediafax hírügynökség beszámolója szerint a hatóságokat a 112-es sürgősségi hívószámon a mozdonyvezető riasztotta, aki túl későn vette észre a fiatalt ahhoz, hogy a szerelvényt le tudja fékezni. Ma délelőtt elkezdődött a 2019-2020-as egyetemi év a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán. Ebben a tanévben a Csiki Kerti Felső Oktatási Intézményben összesen 149 hallgató tanul majd. Tanévnyitó ünnepséget tartottak hétfőn délelőtt a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán. Dr. Dombai István igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, kihangsúlyozva, hogy az intézmény 23 éve kezdte el működését. A hallgatóknak elmondta, hogy legyenek büszkék arra, hogy tagjai a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetemnek. Egész életüket meghatározó ismereteket, kapcsolatokat és élményeket szerezhetnek, ha élnek az egyetem adta lehetőséggel. Megköszönte ugyanakkor az első évesek bizalmát a tanintézmény iránt, és ígéretet tett a tanári kar nevében. Igen, oktatóink magas szintű, minőségi oktatással, tudásuk tapasztalatai átadásával és odafigyeléssel válaszolnak erre a bizalmat. Olyan ismeretekkel látjuk el önöket, amelyekkel boldogulhatnak a világon. Kérem, éljenek vele. Kívánom, hogy mielőtt találják a tanulás, a pihenés, a szórakozás és a sport megfelelő összhangját. Dr. Nica Adrián egyetemi tanár, a román tagozatosok évfolyam vezetője is köszöntötte a jelenlévőket, és a 100 éves egyetem történetére is kitért, de leginkább a földrajzról, mint tantárgyról beszélt. Részleteiben menően tárgyalta a témát, és nem hagyta figyelmen kívül a kortárs földrajzot sem. A geografia contemporánea este mai mult decât unde se află anumite locuri sau despre maxime și minime geografice, deși și acestea reprezintă informații utile. Geografia în prezent este mai mult decât despre modul în care procesele fizice, procesele culturale diferențiază pământul. Tocmai de aceea este împărțită geografia fizică, în care învățăm procesele geofizice, și geografia umană, în care vedem cum societățile, culturile, economiile diferențiază pământul și creează diverse ambiente. Idén összesen 149-en kezdték el a tanévet, első évesként 32-en turizmus földrajz szakon, 31 hallgató pedig mesterképzésen. Mint ismert, a mérce magas a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán is. A földrajztól a marketingig, az idegen nyelvtől a jogi ismeretekig több tantárgyból kell készüljenek a diákok, hiszen majd egy olyan Európa-szerte elismert diplomát kapnak a kezükbe, amivel a világ bármely pontján érvényesülni tudnak. Az elméleti oktatás mellett gyakorlati képzésen is részt vesznek a diákok, ugyanakkor lehetőségük van külföldi egyetemeken is részképzésre jelentkezni. Az egyetemet kezdő diákok ma már az órarendet is megkapták, holnaptól pedig kezdődik az oktatás. Rendhagyó nyílt napot tartott diákok számára a Gyergyószentmiklósi Erdőrendészeti Hivatal. A korábbi évek gyakorlatától eltérően ezúttal nem az intézmény udvarára várták a tanulókat, hanem terepgyakorlatra vitték őket Borzont és Gödöc határába pénteken. Az erdész társadalom és az emberek közötti szakadékra igyekszik hidat építeni a Magánerdészetek Egyesülete,
illetve a székelyföldi erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók szövetsége azzal, hogy nyílt napokat szerveznek. Az elmúlt években a Gyergyószentmiklósi Erdőrendészeti Hivatal udvarán tartottak programot a tanulóknak, ezúttal a Gyergyóalfaluhoz tartozó Borzont határába, illetve a Gyergyószárhegyhez tartozó Güdüci Hidegkút forráshoz vitték a gyerekeket. A Köllő Miklós és a Sövérelek iskolák 7-esei és 8. osztályosai így nyertek betekintést az erdőgazdálkodásba, és megismerhették az erdész szakma komplexitását, szépségét és munkáját. Balázs Vera, a Sövérelek szakközépiskola pedagógusa, a résztvevő 8-osok osztályfőnöke úgy fogalmazott, hogy számukra is igazán tanulságos volt a program, de mindenekelőtt a gyerekek látóköre tágult. Azt láttam az egész foglalkozás kapcsán, hogy megváltozott egy picit a véleményünk. Azért mi falun élünk, és bennünk van az a tudat, hogy nagyapámnak erdeje van, és megyek és vágom. De itt tényleg olyan részletes a bélyegzéstől elkezdve az engedélyekig olyan részletes betekintést nyerhettek a gyerekek, hogy szerintem egy képet fog változtatni. Tehát kaptak egy képet az erdőgazdálkodásról, mi is az az erdőrendészet, mivel foglalkoznak ők, és hogy mennyire értékes a munkájuk. És remélem, hogy azok a gyerekek, főleg most 8. osztályban, hogy egy pályaválasztás előtt vannak, azok a gyerekek, akik esetleg tényleg a természet iránt érdeklődnek, és még nem találtak egy olyan utat, amire léphetnének, mert még nem tudják, mi szeretnének lenni, hogyha nagyok lesznek. Remélem, hogy bár egy-kettő embernek megfordul a fejébe, hogy esetleg a mi környékünkön ez egy nagyon jó szakma. A tanulók maguk is úgy nyilatkoztak, hogy nagyon hasznos volt a program, és a terepgyakorlatot is szerették. Beszéltek nekünk az erdészet munkájáról, mit szoktak csinálni, és hogy hogyan szokták csinálni. Elmentünk különböző helyszínekre, elég jó volt, tetszett az egész. Neked melyik része tetszett az egész? Mikor voltunk Güdöcön az erdőben, ott az a része tetszett a legjobban. Az miért? Hát ott voltunk a természetben, és inkább ezért, leginkább ezért. Nekem többféle szempontból is tetszett, mert bemutatták ezt az erdészetet, hogy hogyan foglalkoznak, mit csinálnak, és azért is tetszett, mert az iskolai hétköznapokból ki tudtunk mozdulni, a természetben voltunk, és így könnyebben megértették velünk a szakmát. Szerintem az az egyik legszebb munka a természetben van az erdész, és tud vigyázni a környezetünkre. Neked melyik része tetszett a legjobban? Nekem is, amikor ott voltunk terepen az erdőben, mert jobban megértették velünk, és aki magyarázott, nagyon jól el tudta magyarázni a munkáját. Mi mindent meséltek nektek? Mesélték, hogy hogyan ültetik a csemetéket, hány évente szokták az erdőt újítani. A nyílt nap végén felmérték a tanulók tudását, kíváncsiak voltak az erdőrendészeti hivatal munkatársai arra, hogy mi minden sikerült a diákoknak megismerniük. 10 kérdés alapult arra a témakörre, ami elhangzott terepén a gyerekekkel. Az erdőgazdálkodás munkálatai, az erdő kórokozói, az erdő rovarairól kapcsolatban, vadairól kapcsolatban, és végül, de utolsó sorban a tesztnek két része van. 10 kérdés, ami teljesen memóriára épült, az, hogy mit jegyeztek meg az előadások során, amit a kollégák és jómagam tartottunk. És az utolsó kettő pedig az egy ilyen fogalmazás része van a tesztnek, ahol szeretnénk, hogyha a gyerekek leírnák azt, hogy úgy egyben ők mit értettek meg az erdőgazdálkodás pontosságáról. A tesztet és a fogalmazást összegezve a legsikeresebb dolgozatok készítőit díjazták is. A Gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal tájékoztatja a tehergépkocsi vezetőket, hogy szeptember 30-ától Gyergyószentmiklós területén tilos áthaladni a 3,5 tonna össúlynál nagyobb tehergépjárművekkel, mivel teljes útfelújítás véget lezárják a Dózsa-György, Békény és Halász utcákat. A várost elkerülő út Csíkszereda irányából Tekerőpatak, Kiénfalva, Újfalu, Csomafalva, Alfalu és Gyergyószárhegy, Marosévíz irányából pedig Gyergyószárhegy, Alfalu, Csomafalva, Újfalu, Kiénfalva, valamint Tekerőpatak útvonalon van meghatározva.
A kötelező terelő utak mind Tekerőpatakon, mind Gyergyószárhegyen megfelelően jelezve vannak. Az áruellátás a város területén csak rakodási engedély birtokában engedélyezett, amely a polgármesteri hivatalban igényelhető. Október 11 és 20-a között rendezik meg Gyergyószent Miklóson a Nemzetiségi Színházi Kollokviumot, amelyen 20 társulat előadásait tekintheti meg a közönség. Ezúttal is számos kísérő rendezvénye lesz a fesztiválnak, könyvbemutató és vásár, koncertek, kiállítások, filmvetítés, sőt, vacsora színház is szerepel a programban. Ha páratlan év és ősz, akkor színházi kollokvium Gyergyószent Miklóson, hangsúlyozta Albu István, a Figura Stúdió Színház igazgatója, aki csodaként éli meg, hogy egy ilyen kisvárosban már 13. alkalommal rendezik meg ezt a nagyszabású fesztivált. Az október 11-én kezdődő Nemzetiségi Színházi Kollokvium ezúttal 10 napon át várja a színház és művelődés kedvelő közönséget. Kollokvium 10 napja alatt 20 színházat, illetve társulatot látunk vendégül így Gyergyószent Miklóson, 14 különböző városból. Ez nagyjából lefedi a romániai kisebbségi közszínházakat, illetve több független alternatív társulatot is vendégül látunk. Országon kívülről, Újvidékről, Szerbiából érkezik az Újvidéki Színház. Ezek az előadások 4 nyelven fognak zajlani, javarészt magyarul, de a német kisebbségi színházak is fognak játszani, illetve a bukaresti roma színház, roma társulat, illetve a zsidó színház, akik jiddisül játszanak. A kollokvium programja ezúttal is nagyon színes és változatos lesz, több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Két színházi előadás nem Gyergyószent Miklóson, hanem Csíkszeredában is Székelyudvarhelyen lesz. Emellett a Városi Könyvtár több rendezvénynek is otthont ad. Kísérő programok nagy részét az esti koncertek fogják kitenni, ugye minden nap az utolsó előadás után koncertek és bulik lesznek itt a Your Living Roomban vagy a Your Living Gardenben jó idő esetén. Ami szakmailag fontos, az a közönség találkozó minden nap az utolsó előadás után, amire szeretettel várjuk a nézőket is. Ez egy ilyen barátságos hangulatú közönség találkozó lesz, amit Boros Kinga, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója fog tartani, moderálni tulajdonképpen. 3 kiállítást is megnyitnak a fesztivál keretében. Simándi József operaénekes 100. születésnapja alkalmából rendezett emléktárlat a Magyarországi Balassi Intézet gondozásában kerül Gyergyószent Miklósra, és a Városi Könyvtár, illetve a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ közreműködésével lehet majd megtekinteni. A színházi plakát kiállítás lesz megtekintető a Your Living Roomba Hodja István színházi plakát tervezőnek a munkáiból. Ez nem egy kialakult műfaj. Itt nálunk a plakáttervezés, viszont ő kizárólag ezzel foglalkozott, legalábbis eddig, és hát nagyon izgalmas plakátokat lehet majd megtekinteni, illetve Benedek Levente temesvári grafikusnak a kollázs kiállítása lesz megtekinthető a Karancsi Sándor teremben, aminek az izgalmas része az, hogy kollázs workshopot is tart, október 13-ától 17-ig minden nap 12 és 15 óra között, amire szabad a belépés, és bárkit szeretettel várunk. Lesz könyvvásár is minden nap 16 órától, az utolsó előadás utánig a színház előterében, illetve bemutatják Kele Fodor Ákos könyvét is a Városi Könyvtárban. Újdonság lesz egy vacsora színház, amelyre külön lehet majd jegyet váltani. A Nemzetiségi Színházi Kollokvium hivatalos megnyitója október 11-én este 19:30-tól lesz, a 3 nővér című előadás előtt. A részletes programot és minden információt megtalálnak az érdeklődők a Figura Stúdió Színház honlapjáról is elérhető kollokviumos weboldalon. A Gyergyószent Miklósi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya, valamint a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata és a Művelődési Központ szeretettel hívja a szépkorúakat az október 1-i Idősek Világnapja alkalmával szervezett ünnepségre. 10 órakor Szent Misét tartanak a Szent Miklós templomban, ahol felvehető a betegek kenete, majd azt követően a korona nagy termében folytatódik az ünnepség, ahol köszöntik az időseket, a jubiláló házaspárokat és a legidősebb nőt és férfit. Lesz táncelőadás, énekcsokor és szavalat is.
Hálaadó szent misével, azt követően pedig a templom udvarán felállított Mártonáron szobor leleplezésével emlékeztek a Maros-Szentgyörgyi Egyházközösség megalakulásának 300. évfordulójára. A mellszobrot alkotója Bálint Károly képzőművész és Baric Lajos Maros-Szentgyörgyi plébános leplezte le, majd ezt követően Csiki Dénes pápai káplán áldotta meg, aki hosszú ideig Mártonáron püspök munkatársa volt. Maros-Szentgyörgyön hálaadó szentmisével és ezt követően a templom udvarán felállított Mártonáron szobor leleplezésével emlékeztek a hétvégén a katolikus közösség tagjai arra, hogy 300 éve került vissza a templom a római katolikus egyház tulajdonában, és alakult meg újra az egyházközség. Csiki Dénes pápai káplán elmélkedésében kifejtette, hogy Mártonáron püspök csak egy van, és hála Istennek ő a miénk. Tanítása és példaképe világító legyen mindannyiunk számára. Próbáljunk úgy hinni, mint ahogy ő hitt Istenben, úgy szolgálni Istent, ahogy ő tette ezt, és úgy szeressük népünket, és szolgáljuk a népünket, ahogyan ő tette. Ez nehéz dolog. Nála sem ment egyik napról a másikra. Ez egy egész életnek a munkája, az van benne, de mondjam úgy, vér nélküli vértanúságot szenvedett. A szentmisét követően a templom udvarán került sor a Mártonáron szobor leleplezésére. A mellszobrot alkotója a Bálint Károly képzőművész és Baric Lajos Maros-Szentgyörgyi plébános leplezte le. Majd ezt követően Csiki Dénes pápai káplán áldotta meg, aki hosszú ideig Mártonáron püspök munkatársa volt. 10 évig tanultam Gyulafehérvárot, és ezek alatt, az évek alatt nagyon sokszor volt olyan helyzet, amikor csak távolról láttam, de olyan is, amikor bent voltam a szobájában, vagy pedig éppen kint a kertben, mert hívott külön kihallgatásra, illetve elbeszélésre, beszélgetésre, de 1966-ban hatod magammal az ő lakosztályát kimeszeltük. Mint elhangzott, szükségünk van Mártonáron szellemiségére, az ő üzenetére, és jó, hogy van itt egy szobor. Idén lesz még egy szoboravatás Maros-Szentgyörgyön. 1990. fekete márciusára fognak emlékezni. Kell emlékezni, hogy ne történjen meg többé hasonló tragédia. Jól indult a hazai mérkőzés sorozata a Gyergyói Hoki Klub számára, hiszen szombaton végigvezettek a fehérvári titánokkal szemben. Zagidulin 3 gólt szerzett, és Rucuj Gellért is parádésan védett, így 3-1-re győztek a pirosfehérek. Vasárnap azonban fájó vereséget szenvedtek a romániai jégkorong bajnokságban és az Erste Ligában is pontokat érő mérkőzésen. A brassói Korona már a 8. percben 2 góllal vezetett, és összesen 9-szer találtak be a gyergyói kapuba. Konstantin Leszkovsz 1-1, Zagidulin 2 találattal szépített, az eredmény azonban lehangoló, 9-4-re győzött a Gyergyói Hoki Klub otthonában a brassói Korona. A pirosfehérek számára újabb magyarországi mérkőzések következnek, október 4-én a fehérvári titánok, 5-én a Hoki Klub Budapest, október 7-én pedig az Újpest vendégeként próbálnak újabb pontokat gyűjteni. Nem maradt következmény nélkül a vasárnap esti csúfos vereség. A Gyergyói Hoki Klub Facebook oldalán közzétett közleményében tájékoztatta a szurkolóit, hogy hétfőtől már nem Leif Strömberg a csapatvezető edzője. A szerződésbontás közös megegyezéssel történt, és sok sikert kívánnak neki a továbbiakra nézve. Strömberg májusban érkezett Gyergyószent Miklósra, irányításával a Gyilkostó kupát 3 győzelemmel megnyerte az együttes, azonban az Erste Ligában többször is vereséget szenvedtek, és a csapat játékán vasárnap is látszott, hogy nem úgy teljesítenek, ahogyan a játékosok tudása, minősége ígérné. A GHK irányítását mostantól az eddigi másodedző Christopher Hammel veszi át. A fiatal 33 éves svéd szakember eddig a svéd U20-as bajnokságokban rendelkezik vezetőedzői tapasztalatokkal.
Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra!